szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Külön tisztelettel köszöntöm Kőszegi Zoltán polgármester urat, Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszonyt. Hallgassuk meg együtt a búcsúzó nyolcadikosok műsorát, melyet Kis Attila tanár úr állított össze. A műsorban a következő nyolcadik osztályos tanulók szerepelnek. Bugodi Eszter Nóra, Geburt Norbert, Györgyevics Laura Hanna, Jegesi Virág, Kovács Anna, Kövesdi Hédi, Nagy Marian Elizabeth, Petrány Petra, Poloszka Anna Viktória, Székely Bulcsú, Szurdok Tímea, Szuroszki Maja, Tóth Edina Eszter, Ülkei Géza, Volenszki Petra és Walter Kristóf Antal. Az iskolatársak nevében Kardos Jászmin 7. B osztályos tanuló búcsúzik a ballagóktól. Kedves ballagó nyolcadikosok! Van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie, akár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. Eljött ez az év is, amikor búcsút kell vennetek tanáraitoktól, tőlünk és az iskolától, mert egy új korszak kezdődik az életetekben. Rengeteg élménnyel gazdagodtatok ez alatt a 8 év alatt. Volt nevetés, sírás, barátság, szerelem és néha nehéz pillanatok. Higgyétek el, jó lesz visszaemlékezni ezekre az időkre. Majd néhány év múlva, ha egy osztálytalálkozó alkalmával újra együtt lesztek, boldogan idézitek fel a közös pillanatokat. Nekem is hiányozni fog a társaságotok. Szívesen gondolok majd vissza a veletek eltöltött egy hétre Baróton. Reméljük, még találkozni fogunk. Mostantól újabb és komolyabb célokért fogtok küzdeni. Merjetek álmodni és az álmaitokat valóra váltani. Szerezzetek új barátokat, hallgassatok a jó szóra, legyetek türelmesek, együttérzés. Segítsetek másokat, mert nektek is jól esik, majd a számíthattok valakire. Tanuljatok a tegnapból, éljetek a mának, és reménykedjetek a holnapban. Kívánom a 7. évfolyam nevében, hogy találjátok meg helyeteket az életben. Köszönöm a figyelmeteket! Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a tiétek, minek örre menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni, az utolsó órában, mikor már megbántam. Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet, kezdjetek el élni. Itt van hát ez a nap is. Nem vártuk, eljött mégis.
Könnyeink hullanak, emlékeink poraira, lágyzenének szól dallama. Az életet élni kell, ha hív, hát menni kell. Visszatáncolni nem lehet, hát arra menj, amerre a szíved vezet. Bár lelked vérzik, te mégis mosolyogva lépdesz végig. Arkad még valamit reveg, s ábrándosan kémleled az eget. Nem mondasz semmit, hisz úgy is tudja mindenki. Láss vissza a múltba, és álmodd az egészet újra. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, ha másnak is adsz belőle. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átérsz, osztod meg. Amiből másnak nem adsz, legyen az arany, iszappá válik. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden félére, amit magadra költött. Minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most erej és élj, mert a világ a tiéd. Egy nyár lábamra lép, és nem tudom mi, ez hogy lehet majd szép emlék. Én mégis elvinném, mert lesz még hideg a szívek rém. Most áll, elég a csónak, a szélben lobognak, a vágyainktól könnyű óráink. Életem lépcsőfokát magam előtt lépem, amit tettem, amit érzek, azokról van képem. Most, hogy itt vagyok, bár sokat tettem érte, ami eddig volt, már az is megérte. Ünnepelni jöttem, de nem egyedül vagyok. Ha rátok nézek, látom, hogy szemetek ragyog. Itt van sok emlék, a rosszak is jók, van szabad élet, és vannak békjók. Köszönöm mindent, hogy veletek lehettem. Minden jót, mit tettem, veletek tettem. És volt valaki, aki összetartott minket, ha rá gondolok, nem kérek semmiféle sminket. Az az egy ember, ki mindenkor velünk volt, és hogy mikor mit tegyünk, csak is nekünk szólt. Most, hogy itt van a búcsú szomorú órája, nagybetűs életünk előkészítő tanára. És ha az élet később mégis megró, legyen ez számunkra örökös fettó. Visszahozni a múltat, ez örök álom, ami rossz volt, ami jó volt, soha se bánom. Azoknak a szülőknek írom ezt a versem, kik már 14 éve nevelnek engem. Akiknek mindennél többet érek, kik próbálják megadni, amit kérek. Akiknek többet érek, mint ahogy azt gondolom, kik minden este nagyon várják telefonom. Igaz, néha összekapok velük, de sose fordulnék el velük. Bármikor rájuk nézek, mindig boldog leszek, mert bennük mindig boldogsága és örömre lelek. De ez az öröm nem a pénz sokaságának mondható, hanem gyermekük puszta létének tudható. Nekem nem kellnek mások, csak ők. Nekem ők a legesleg jó szülők. Olyan jó szülők, hogy ilyeneket nem érdemlek. Tehát engem osztottak nekik az végiek. Nem is tudom, hogyan köszönhetném meg. Mellettem voltatok, s fogtátok kezem. Óvtatok, védtetek, mint egy gyermeket. Bár nem kértem, de kaptam egy életet. 14 évnyi kitartás, sok küzdelem. Felneveltetek, s neveltek engem. Lányt fegyelmezni nem könnyű, megértem,
de ti megbocsátjátok minden vétkem. Érzem, követtem már el sok baklövést, el kellett viselnetek tőlem sok sértést, de megoldottunk mindent együtt közösen, és tudom, bonyolult a természetem. Még tévedek nem egyszer az életben, ti akkor is ott lettek, csak is velem. Tanácsotok nem egyszerű elfogadnom, jó, hogy van egy ilyen, egy igazi családom. S az utolsó percek súlya pihen most rajtunk, sokat adtunk egymásnak, s cserébe emlékeket kaptunk. Emlékeket, melyek örökké bennünk élnek, még akkor is, ha én és ti is más útba léptek. Ez a nap is eljött, és most már egyszerűen ki tudjuk jelenteni, hogy vége. Fura érzés ennyi év után ezt ilyen egyszerűen lezárni. Sok időt töltöttünk együtt, talán túl sokat is. És most próbálom összeszedni a mondani valómat, de nem megy. Mert annyi mindent kéne megköszönnöm és elmesélnem. Azt a sok élményt, amit együtt szereztünk, és azt mind nem másoknak köszönhetjük meg, mint a tanárainknak. Akik mindig a legjobbat akarták nekünk, fura módon még akkor is, amikor nekünk nem úgy tűnt. Végig kísértek minket életünk talán egyik legmeghatározóbb szakaszán, és nem csak a tananyagra tanítottak meg minket, hanem felkészítettek az életre. Megtanítottak a tiszteletre, a becsületességre, az odafigyelésre, az összpontosításra, és még sorolhatnám. És ezt nekik senki meg se köszönte. Most meg szeretném ragadni a pillanatot, és meg szeretném köszönni az összes 8. osztályos tanuló nevében, hogy végigkísértek minket életünk első lépcsőfokain. Illetve meg szeretném köszönni szüleinknek is, akik a legnehezebb időszakokban is ott álltak mellettünk, és tökéletes tanáraink voltak az online oktatás alatt. Sok sikert kívánok az idei 7-eseknek a jövő évükhöz. Nem mondom, hogy könnyű lesz, de ha nekünk sikerült, akkor nektek is fog. Köszönöm, hogy engem ért a megtiszteltetés, hogy búcsúzhattam a ballagó diákok nevében, és hasonlóan csodálatos, vagy még nálunk is jobb osztályokat kívánok a türelmet megtestesítő osztályfőnökeinknek. Kedves gyerekek! Móri Zsigmond így ír a Sárospataki iskolájában. Kutya nehéz iskola volt abban az időben a Pataki Kollégium. Jó iskola volt, szép iskola volt, nagy tekintélyű iskola volt, de nehéz iskola volt.
Itt ugyanis a tanárok azt akarták, hogy a diák tudjon. Valószínűleg ti is ezt érzitek, amikor visszagondoltok a számtalan akadályra, megpróbáltatásra, feladatra, amelyek ebben az iskolában vártak rátok 8 éven keresztül. Betűvetés és olvasás első lépései, a matematika néhol szinte megfejthetetlen rejtelmei, a természettudományok megérthetetlen törvényei és szabályai, az irodalom itt-ott unalmas olvasmányai, a történelem, a régmúlt gyakran számotokra érdeklődő titkai, a testneve és erőnléti edzései, a művészetek tőletek távol álló képei, zenéi, a házi feladatok, dolgozatok, feleletek, beszámolók, mind-mind olyan leküzdhetetlen akadályként emelkedtek előttetek. És most mégis itt vagytok. Túljutva mindezeken, túllépve a nehézségeken, megkönnyebbülten, egy kicsit szomorkodva azon, hogy most valami véget ért. Bennem is az írókhoz hasonlóan gondolatok fogalmaznak meg. Jó évfolyam volt, szép évfolyam volt, de nehéz egy évfolyam volt. Embert, pedagógust próbáló évfolyam voltatok. Igazi gyerekként viselkedtetek, akik sokszor borzoltátok az utolsó idegszálainkat, végsőkig feszítettétek türelmünket, ugyanakkor sok-sok közös élményt, boldog, vidám pillanatot, örömöt szereztetek. Emlékezetes maradt számomra a határtalanul program is. Mikor már a kollégák kezdtük kimerülni, vagy éppenséggel az osztály kirándulás, amikor térdig érő vízben megtettük az utolsó lépéseket a szálláshoz. A jó és kevésbé jó tulajdonságaitokkal együtt szeretünk mindannyiótokat. A szeretet a legnagyobb kincs, amit kaphat az ember. Szeretetünkből merítsetek előtt. Arra szükségetek lesz a jövőben. Kedves szülők! Önök is sokszor megtapasztalták azokat az érzéseket, amikor már szinte pattanásig feszültek az idegek. Majd egy mosolyjal, egy jó szóval, egy bocsánattal, köszönömmel újra helyreállt a világ. Bízzanak benne, hogy bár a gyermeknevelése közben sok borús pillanat is van, a végén mindig kisüt a nap. Lehet, hogy az elmúlt években sok-sok nehézséggel kellett szembenézniük, voltak gondok a tanulással, a délutáni csavargással, a kéz- és lábtörésekkel, ficamokkal, zúzodásokkal, telefonolással, bulizásokkal, most mégis büszkén tekinthetnek gyermekükre, akik eljutott élete első mérföldkéhez. Befejezte általános iskolai tanulmányait, és kilép a nagybetűs életben. Köszönöm, hogy volt idejük gyermekik fejlődését még akkor is segíteni, ha úgy érezték, hogy az iskola követelményei, a környezet elvárásai hatalmas erőfeszítések kívántak önöktől. Kívánom, hogy odafigyelésük, szeretetük maradjon ezen a szinten, mert a gyermeküknek továbbra is ugyanilyen támogató, segítő szeretetre, ugyan figyelésre van szüksége.